Sokkal bátrabb játékra számítottam, szerintem. Én az első fődőben is nagy különbséget éreztem a videóton javára egyéni képességekben és fejben. Azt gondolom, hogy az NB1 és az NB2 között van ilyen különbség. Mi kapkodóan, visszafogottan játszottunk, előrefele a mi csapatunkban több van, még ilyen szinten is. Az, hogy ezt most le tudjuk védekezni, vagy nem, az egy más kérdés. Én azért az első fődőben se voltam maradéktalanul elégedett. Nem beszélve arról, hogy kaptunk egy nagy lehetőséget ezzel a 11-essel. És hát ugye ez is fejkérdése, hogy így elszórakozta a Roland. A szavaidból viszont azt veszem ki, hogy úgy érzed, hogy azért nem volt fordulópont a kihagyott 11-es, azzal együtt is behúzta volna a videóton? Hogy érzed? Nem. Hogyha a 11-es berúgjuk, akkor nagyon nehéz dolguk lett volna, de összességében még egyszer mondom, a két csapat között azért nagy különbség van. Szombati mérkőzésre egy pillanatra térjünk ki, Veszprémbe utaztok, milyen esélyekkel, mennyire lehet benne még a lábakban, a fejekben ez a 90 perc? Hát majd meglátjuk, most van még 2-3 napunk, hogy ezt próbáljuk rendbe rakni. Hát ez a dolgunk, nyilván nekünk fontosabb feladataink vannak, mint a Magyar Kupát megnyerni, úgyhogy inkább a Veszprém a fontos.